Köszöntöm az adóinfó hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Klavai Richárd, beszélgető partnerem ma este Falcsik István, az RSM Vám jövedéki termékdíj üzletágának a vezetője. Jó estét kívánok! Jó estét! Július 1-től változott a jövedéki szabályozás, talán néhányan emlékeznek még, hogy valamikor az olajszűkítés idején indult Magyarországon ennek a területnek a szabályozása, hogy elsőként az olajtermékek, az alkohol és a dohánytermékek kerültek benne ebbe a körbe. Mit vár az állam a jövedéki adóztatástól? Jelenleg az egyik leggenerálisabb és nagyobb átalakuláson megy át tulajdonképpen a jövedéki igazgatási terület. Ugye egy nagyon régi és már toldozott-foldozott szabályozás volt. Nem felelt meg ez a régi jövedéki törvény már azoknak a kihívásoknak, amit az úgynevezett adózás terén jelentkező elektronizáció jelentkezett. Nem felelt meg ma már szinte azt lehet mondani az úgynevezett energia és jövedéki irányelvnek, amihez ugye igazítani kell, és számtalan olyan ítélet született, amely precedens értékű volt, és ezeket mind meg be kellett építeni a szabályozásba. És készült egyébként hozzávetőleg egy ilyen 2 éves kodifikációs munka után tavaly nyár körül ez a jogszabály, el is fogadta a országgyűlés, majd azt követően, hogy egy kicsit csúszott az úgynevezett végrehajtási rendelete, de mégis az alap időpont az volt, hogy január 1-vel fog életbe lépni. Nem sikerült január 1-vel életbe léptetni, majd ezt követően egy újabb időpont volt, egy tavaszi időpont, akkor szintén nem sikerült, és most úgy tűnik ez a legújabb időpont a július 1-e, ami tulajdonképpen ugye egyfajta hétfői napi indítást jelent. Az az én megítésem szerint most már bizonyára egy jó időpont, és megfelelően fel tudott készülni mindkét oldal, a hatóság is, illetőleg maga a gazdálkodók is. Ugye klasszikusan egyébként, ha valakitől megkérdezzük hétköznap embert, hogy a jövedék mit jelent, akkor ők nyilvánvalóan pontosan arra a 3 alaptermékre fognak gondolni, mint a dohányra, a alkoholtermékekre, illetőleg az úgynevezett ilyen olajokra, ásványolaj termékekre. Ezeknek általában közös jellemzője, hogy úgynevezett magas adótartalmú termékek, de a jövedéki terület egyébként az úgynevezett adóigazgatási terület abban is különbözik, hogy túl azon, hogy adóztatási folyamatokat szabályozunk, azon túl úgynevezett engedélyezett kötelezettségek vannak. Tehát a magas adótartalmú termékek mellett ugye maga nálunk a pénzügyőrség az, aki hivatott arra egyébként, hogy ugye ellenőrizzük az úgynevezett kötelezettségeket, tehát az, aki ilyen termékekkel foglalkozik nagyjából összefoglalóan, azok úgynevezett engedélyekkel is kell, hogy rendelkezzenek, ilyen tevékenység engedélyekkel. Egy mások nagyon-nagyon lényeges kérdés, hogy az úgynevezett jövedéki adót, amely a hangsúlyozom egy magas adótartam, azt minden esetben biztosítani kell a gazdálkodónak, tehát ez azt jelenti, hogy folyamatos küzdelmet jelentett a jövedéki törvény esetében az, hogy nehezen tudtak piacra lépni és piacon maradni azzal, hogy ugye azt a tevékenységet, amit folytattak, az mindig egy magas biztosíték mellett kellett folytatniuk. Bocsássa meg, ez a biztosíték mit jelent, akik nem jövedéki területen működnek nekik, de talán érdekli őket ez a rendszernek a működése. Mondjuk el nekik, mit jelent ez a biztosíték, hogyan működik? Ez ugye azt jelenti, hogy ha például valaki egy adott adóraktárban, jövedéki adóraktárban jövedéki terméket állít elő, akkor arra a jövedéki termékre ki lehet kalkulálni, hogy mekkora jövedéki adót kell fizetni. Mivel ő ilyen terméket állít elő, tehát ilyen termék van a birtokában, ennek megfelelően ezt a tevékenységet úgy folytathatja, hogyha megfelelő összegű biztosítékot helyezett el, különféle formái vannak ennek, a bankgaranciától kezdve a biztosítótársaság is adhat ki ilyen kvázi kezességvállalást, készpénzben letétbe lehet tenni, tehát az a lényeg, hogy valamilyen anyagi tömeg van lerakva, és ez biztosítja ezt a tevékenységet. Most ez az egyik legnagyobb változás egyébként az új szabályozásnak. Korábban általában ezek úgynevezett fix biztosítékok voltak, nem volt rugalmas, tehát attól, hogyha valaki például mondjuk csak 20 millió forint értékben volt úgynevezett adókockázata, azaz csak annyivel dolgozott, ennek ellenére előfordultott, hogy 100 milliót írt számára elő a jogszabály, mert fixen nem vette figyelembe azt, hogy milyen adókitettsége van. Ezt a jogalkotó nyilván elfogadta, és a változás már az úgynevezett rulírozó garanciához igazodik, elfként fogalmazza meg az új jövedéki törvény azt, hogy úgynevezett adókockázathoz kell igazítani egyébként a biztosítékot. Ami a probléma, én ugye úgy írtam erről, hogy úgynevezett porszem került a gépezetbe, ugyanis több olyan tevékenység van, ahol egyáltalán nem merül már fel adó, például a kokáért, azok a jövedéki alanyok, akik kifizetik az adót, azaz mondjuk így érthetően zárjegyet tesznek a termékeikre, azaz már szabad, jövedéki szempontból szabad forgalomba helyezett termékkel foglalkoznak, például az ital nagykerek, ők már semmilyen adókockázatot nem jelentenek
ennek az én megítésem szerint, hisz már leadózták a terméket. Ehhez képest egy 20 millió forint értékű garanciát kellett tenniük fixen. Azok a kenőolajjal foglalkozó gazdálkodók, akiknek nincs is jövedéki adó tartomuk, hisz ők a termékeik után úgynevezett termékdíjat fizetnek, de már ezt is rég megfizették, amikor ezt forgalmazzák, ebből adódóan mégis fix 5-6 millió forint garanciát kell nekik letenni. Tehát azért mondom, hogy alapból nagy léptékekben elmondható, hogy a jogalkotó valóban figyelembe vette, és tényleg betartja azt, hogy úgynevezett adókockázati biztosíték legyen, azonban mégis bizonyos esetekben nem. Az én egyéni véleményem az, de szerintem ezt sokan osztják, hogy ott, ahol ez nincs figyelembe véve, ott igazából nem az adókockázat miatt van a biztosíték, hanem úgynevezett piacszabályozó szerepe van, viszonylag minél kevesebben tudjanak ugye piacra lépni ezen a területen, hisz ugye 20 millió forintot le kell tenni, akkor át fogja valaki gondolni, hogy ezt a tevékenységet vajon érdemes, nem érdemes megcsinálni. Bocsás, meg ez a rulírozó biztosítékrendszer, ez azt jelenti, hogy ez változhat? Tehát én most X mennyiséget állítok elő, hogyha Y-t fogok, vagy mondjuk kétszer annyit, akkor, és ez hogyan és milyen módon kihatározza meg? Igen, az egyik szintén meghatározó változás, hogy teljesen elektronizálva van ez az egész adózási folyamat. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképp a gazdálkodók, nyilván a nem minden gazdálkodó a kérintett, de azok, akik általában a nagyobb adókockázatnak vannak kitéve, ők napi szinten jelentik, elektronikusan össze vannak kötve a hatósággal, napi szinten kap a hatóság tőlük tájékoztatást, és ebből adódóan folyamatosan napi szinten követhető, hogy mi az ő adókockázatuk, és ennek megfelelően természetesen mindig csak az adott adókockázatnak megfelelő biztosítékkal kell rendelkezniük. Mód van arra, hogy ezt a biztosítékot csökkenteni lehet, növelni lehet, ennek különféle rugalmas megoldásai vannak, de az a lényeg, hogy ugye ez az elektronikus adatkapcsolat, ez lehet teszi azt, hogy teljes mértékben akár napi szinten rugalmas lehet ez a biztosítéknak a megállapíthatósága. A másik, ami az elektronizációt jelenti, hogy tulajdonképp szinte minden kérelmet elektronikus úton kell a gazdálkodóknak előterjeszteniük. Jelenleg ugye ott tartunk, hogy a életbeléptetési folyamat az egy ütemezett folyamat volt, nyilatkozniuk kellett a gazdálkodóknak, hogy hogyan és miként akarják folytatni tovább a tevékenységüket, vagy ki nem akarja folytatni. Aki folytatni kívánta, az az új feltételek vonatkozásában nyilatkozott, megkapott egy úgynevezett tervezeti engedélyt, azt leellenőrizte, visszajelezte a vámhat a jövedéki hatóság számára, hogy ez valóban rendben van részéről, és akkor megkapta a végleges engedélyt. Hozzávetőleg már elviekben nyilván mindenkinek meg kellett kapnia. Egy másik nagyon áttörő változás, hogy új szereplők vannak ugye a jövedéki területen. Lehet, hogy sokan tudják azt, hogy úgynevezett energiaadózásról szóló törvényünk volt. Ez egy önálló jogszabály volt, néhány oldalas jogszabály volt. Tulajdonképpen az úgynevezett energiaadóztatásra vonatkozott. Ez a törvény egy az egyben megszűnik az életbelépéssel, a jövedéki adó életbelépéssel, a jövedéki termékkör és a jövedéki szabályozás hatája alá kerül be az energiaadóztatással kapcsolatos összes kérdés. Nagyjából kodifikációs technikát illetően egy fejezete a jövedéki törvénynek a energiaadóval kapcsolatos kérdéskörök. Általában a energia szektor érdeklődése számára azt szoktuk mondani, hogy formálisan sok változás számukra, amiben most azonnal kell intézkedniük, az nincs, de azért mégsem állítanám azt, hogy hátra kell dőlniük, inkább tudatilag kell azzal megbarátkozni, hogy ők innentől kezdve ugye alapvetően nem az ART-nek a hatály alá tartoznak, hanem úgynevezett jövedéki termékkel foglalkoznak, azaz az úgynevezett energiatermékek azok szintén jövedéki terméknek fognak minősülni, illetőleg az úgynevezett energiaadó, az is egyfajta jövedéki adó lesz. Csak egy ekletás példa, hogy az, aki az a jelenlegi energiaadónak hívott, később jövedéki adónak nevezett adóval kapcsolatosan valamely kötelezettséget nem fog teljesíteni, ezzel valamilyen költségvetési hiányt fog okozni, akkor most már nem adóbírságot, hanem jövedéki bírságot fog ebbe az esetben fizetni, ami azért csak a mértékét illetően is drasztikus, akár 500%-os is lehet. Falcsik István, az Erősen Vám jövedék és termékdíj üzletágának vezetője, az Adóinfo ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést, tartsanak velünk továbbra is. Innen folytatjuk a